Madár Csicsergő, szép jó napot kívánok mindenkinek. Én Markó Rebeka vagyok, hogyha nem találkoztunk volna még. Elérkeztünk egy következő videóhoz, ami nagyon izgalmasnak ígérkezik, ugyanis voltam nemrég drogériában. Ez nem újdonság, Rebeka nagyon szeret drogériába járni, viszont olyat találtam, amit még soha. Ez két hajszínező. Fogjuk rá, hogy hajszínező, tóner, mind a kettő. Szerintem a legközelebb álló szó, magyar szó a tónerhez az a hajszínező, hogyha van fodrász itt, aki tud nekem jobb szót mondani, azt nagyon megköszönöm, ugyanis problémáim vannak vele. Szóval, kettő hajszínezőt vettem, az egyik az egy Syoss Professional Performance Platinum Color Toner, Intense Color Plus Shine, Anti-Yellow Effect, kimosható. Erre nagyon kíváncsi leszek, ugyanis ha láttátok az előző parókás videóimat, akkor tudjátok, hogy retken a hajszínezőt használok a parókáimra, illetve legutoljára az én hajam is azzal volt színezve. Viszont ilyet, főleg drogériában, még soha nem láttam. Kidobtam már a csomagolását, de nem volt egyébként túl meggyőző a szín összehasonlítós kis kép. Viszont mindenféleképpen szerettem volna megvenni és kipróbálni, hogy vajon mit is tud. És hogyha megnézitek a hajamat, nagyon zsíros, és azt hiszem, hogy 5 nap múlva megyek fodrászhoz, úgyhogy a lenövésem is most már nagyobb, mint kellene. Nem mondanám vészesnek, de azért látszik, hogy kopott ki belőle az a nagyon szép gyöngyház, fehéres, szőkés árnyalat, és hogyha megnézitek, akkor itt is látszik, hogy egy kicsit már kezd sárgulni. Zsófi, innen is puszillak, tudom, hogy nézed, nem fogom nagyon elrontani, ígérem. És nem sokára találkozunk, úgyhogy ha mégis elrontom, akkor kijavíthatod. Na, deal. Szóval, ez lesz az egyik, amit kipróbálunk, ez a másik, ez, hogy miért vettem meg, ez egy nagyon jó kérdés. Nem akartam ennyire rázogatni, mert szeretném nektek megmutatni. Itt van az előtte-utána kép, ami egy nagyon-nagyon megnyerő kis kép. Konkrét citromsárgából gyönyörű, hófehér, krémes szőkét csinál. Na ez az, amit kötve hiszek. Ugyanis ez a cucc egy per egy, egy lila spray, aminek az alján, ha megnézitek, innen látjátok, nem fém az alja, ezüst csillámok vannak benne. Úgyhogy ha valamit is csinál ez a kis cucc, akkor valószínű annyi, hogy csillogni fog tőle a hajcid. Ami nem rossz, de az nem anti-yellow color correcting spray. Abba biztos vagyok. Úgyhogy ennek a használati utasítása egész egyszerűen annyi, hogy felfújod, és done. Ennek már egy kicsit bonyolultabb. Kidobtam már a papírjait, de mondom, hogy mi van itt nálam. A papírján azt írja, hogy minden egyéb szín, 3 árnyalat van belőle, azt hiszem egy barna, egy valamilyen is ez. A másik kettőt 15-20 percig kell hatni, tök mindegy a hajon. Azt írja erre, hogy a platinumnak 5 percre van szüksége, úgyhogy tál, víz, és egy törölköző, hogy ki tudjuk öblíteni a hajam. Van itt egy fújós üveg, ami azért fog kelleni, mert nedves hajra kell feltenni ezt a cuccot. Van nálam egy nagyon szexi rózsaszín gumikesztyű, ugyanis a csomagban volt kesztyű, viszont az használhatatlan, úgyhogy hoztam sajátot. Van nálam 2 csipesz, ha esetleg szükségünk lenne rá, és egy fémvégű kis fésű, hogy ki tudjam válogatni a hajamat. Nem vagyok benne biztos, hogy az egész hajamat szeretném megcsinálni vele. Azt tuti, hogy ezt a részt kezelésbe fogjuk venni, ami szőke, viszont egy kicsit fosok, hogy a barna hajammal mit fog csinálni. Elvileg nincsen benne peroxid, mégis félek egy kicsit tőle. Meg fogjuk nézni, hogy mit tud ezzel a résszel csinálni, illetve ki fogok választani egy tincset ebből, ami sokkal-sokkal világosabb, mint ez a rész, és megnézzük, hogy ebből mit fog varázsolni, és aztán lehet, hogy csodálkozunk rajta, és mégiscsak meg fogom csinálni az egész hajamat. Szerintem nem is magyarázok tovább, mert egy kicsit így is hosszú voltam. Kezdjünk bele! Félig téves info, megnéztem a használati utasítását, és ehhez a termékhez pontosan azt ajánlják, hogy előtte mossunk hajat, és az utána törölköző szárazra szárított hajra vigyük fel.
Úgyhogy mindenképpen így fogom csinálni, csak hogy biztos legyen. Most elmegyek gyorsan hajat mosni, legalább összetudjuk majd hasonlítani. Ilyen előtte nem fogom megcsinálni az egészet először, ebben biztosak lehettek, de azért meg tudjátok nézni, hogy ilyen előtte, és most megyek, megmosom a hajam, és amikor törölköző száraz, akkor visszajövök, és kezdhetjük. One eternity later. I'm back. Szóval a hajam már most is nagyjából törölköző száraz, de azért egy picit még áttörölgetem. Egyszer mostam meg samponnal, és nem tettem rá semmi mást, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit szarul néz ki. Törölköző száraz oldalát azért így magamra terítem, hogy ne vizezzek mindent össze, ha nem muszáj. Mivel kezdjünk? Szerintem csináljuk úgy, erre a háromszögre rámegyek. Most kell nekem nagyon-nagyon sok szerencsét kívánni, ugyanis hogyha ez a cucc befogja a saját hajam, inkább kiszívja, amire elvileg nem lehet sok esély, mert egy tónernek csak annyi a dolga, elméleti szinten, hogy egy fátylat húzzon a saját hajadra. Remélem ez is ezt fogja tenni. Azt írja, hogy 5 perc, úgyhogy előveszek egy órát és egy időzítőt, és berakjuk 5 percre, hogy tudjam majd indítani. Na nézzük, hogy hogy néz ki. Oh, fun. Lila. Hurrá. Hozhattam volna egy ecsetet mondjuk, hogy ne kenjek mindent össze, nem? Na jó, próba, hát ha menni fog. Úristen, ha lila lesz a saját hajam. Léci, ne legyél lila, léci, ne legyél lila, léci, ne legyél lila. El is indítom ezt a cuccot, és átmegyek egy fésűvel az egészen, hogy mindenhol befogja. Basszus! Nagyon-nagyon-nagyon fosok ezektől a lila cuccoktól, elmondhatatlanul. Na, remélem a fésűről, ami rámegy az asztalt is befogja. Oké, jobban félek a lilától, mint attól, hogy 10-es lesz a hajam, úgyhogy... Mennyire látszik, hogy pánikolok 1-től 10-es skálán? Csak kérdem. Illata egyébként félig jó, félig meg ilyen nagyon... Bleh. Van valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fura szaga. Mi van akkor, hogyha 4 percnél lemosom? Inkább kenek még újat. Vagy 3-nál? Most telt el 2 perc kerekem. Azt meg kell adni egyébként, hogy nagyon jó krémes, és láttátok minden ecset, meg igazán nagy szekciózás nélkül tök könnyen fel lehet vinni, nagyon könnyen el lehet oszlatni. Illata szaga kicsit fura, de volt már rosszabb. A végét mossuk ki mindenképpen, mert az nagyon-nagyon könnyen lila tud lenni, és akkor nézzük meg, hogy mi a helyikó vele, jó? Nem rossz amúgy. Mossuk le az egészet, és tényleg max még egyszer felvisszük. Miért kell nekem mindig hülyét csinálni magamból amúgy a saját csatornámon? Könyörgöm. Szépen csillog, nem érzem túlságosan száraznak a hajam, és egy-két folton kívül egyébként szerintem világosított rajta. Nem? Vagy én vagyok hülye, beképzelem? Csak azt szeretném látni, hogy világosított? Lehet csak az, hogy megmostam. Itt határozottan megmaradt a kis sárgásság. Viszont itt meg majdnem túlment. Na jó, ezt majd egybe fogjuk látni, meg ha rendesen felkötöm. Egy picit segített, azt tuti. És akkor, viszont nem sokára megyek rendesen is megmosni, de előtte szeretnék innen is egy részt, ahol tudom, hogy nagyon szőke. Jézus, úgy néz ki a hajam, mint egy madárfészek jelenleg. Teszt 2. Ugyanaz lesz a menet, mint előbb.
Ha egyet kellene tippelnetek, akkor vajon mikor áll le a felvétel? Csak nem amikor mindenem tiszta tóner és nem kellene semmihez nyúlnom. De, pont akkor. Na, ja, közben mondjuk elindíthatnám. 5 perc múlva, Tali. 3 inkább. Egy nagyon-nagyon picit tovább volt rajta, mint 2 perc, viszont lemosom, mert a végeim nagyon világos szőkék, úgyhogy nem szeretném, hogy túl menjen. Sokféle hajat ki szeretnék próbálni, de jelenleg a lila az pont nincs köztük. Remélem, azt nem jól látom, hogy benne van. Ha ennek ellenére sikerült befogni a hajamat, lehet mérges leszek. Ne. Hát ez szuper. Ennek nagyon örülök. Most kiveszem a mellette lévő tincset, legalább tudjuk összehasonlítani. Miért egy foltba fogta be? Látjátok amúgy ezt képernyőn keresztül? Itt van egy folt. Kicsit lilább lett, mint akartam, viszont nyilván nincsen ráírva semmi. Ez akkor hatásos, hogyha eredetileg is legalább 9-es szintű szőke vagy. Látjátok itt, ami sötétebb, azon semmit nem ér. Viszont ha meg csodaszép 10-es, akkor meg befogja. Vegyük mondjuk ezt mellé, és szárítsuk meg, és hasonlítsuk össze. Oké, érdekes a vége. Nem tudom ti, hogy látjátok, de nekem teljesen egyszínű. Viszont ez a rész, ez sokkal szebb lett tőle, de emellett ez a rész meg lila lett. Na most jön a nagy kérdés, megmerjem csinálni az egész fejemet, vagy nem? 5 nap múlva megyek Zsófihoz. De szeretnék most még egy csomó videót felvenni. De nyilván ti azt akarjátok látni, hogy megcsináljam az egészet. Csak miattatok meg fogom csinálni az egész fejemet. Viszont először meg szeretném mutatni ezt is. Próbáljuk ki. Először nézzük meg ezen a tincsen. Látunk változást azon kívül, hogy csillog. Most én rosszul látok, vagy ez a tincs tényleg világosabb lett. Meg ez. Bár lehet, hogy ezt innen nyúltam. Mondjuk azt hozzátenném, hogy csillog az egész fejem. Lehet, hogy ez is működött. Adjatok nekem pár percet. Én most elmegyek, megcsinálom a hajam többi részét, utána visszajövök megszárított hajjal. Ha van pár olyan folt, amit úgy érzek, hogy szükséges, mert ez kihagyott, akkor fújok rá ebből is, és visszajövök. És megnézzük, hogy mi a helyzet. Oké, bye! Ez lett a végeredmény. Nem tudom, mennyire látjátok. Az, hogy kifejezetten platinább tónusú lett-e, vagy hidegebb tónusú, azt nem tudom nektek megmondani. Majd, hogyha látjuk az egymás melletti képeket, valószínű, hogy akkor jobban fog látszódni. Szerintem, ahogy így mindenhol látom, egy nagyon picit talán világosabb lett. Kérdés, hogy magát a tónert újra venném-e? Nem. A sprét is kipróbáltam, és nem tudom, hogy rá fog-e fókuszálni a kezemre, és látjátok-e, de mindenhol csillogok. A felsőm csillogott tőle, a padló csillog tőle, minden, a hajam is csillámos. Nem fényes, hanem csillámos. Nagyon durván elnehezítette a hajamat, itt is, és a tövénél is, hogyha... Mindjárt meg is mutatom. Hogyha így hátra hozom a hajam, olyan, mintha meg sem mostam volna, pedig csak befújtam ezzel a sprés cuccal. A sprét azt felejtsük is el, beszéljünk a tónerről. Nem mondom, hogy szörnyű, mert láttátok itt azon az egy csíkon, amit kipróbáltam, egész jó volt.
viszonylag kiszámíthatatlan az eredmény, de egészen jó volt. Ha valaki legalább ilyen szőke, mint én, vagy még világosabb szőke, szerintem azok tudják egyedül használni, és talán arra jó, hogyha a fodrászod, nem tudom én, beteg lesz, vagy kórházban van, vagy a gyereknek évzárója van, és nem tudja megcsinálni a hajadat még 1-2-3 hétig, valami miatt, tök mindegy, akkor esetleg egy picit ki tudod vele tolni, és fel tudod frissíteni a színét, de hogy jelentősebb jobb lenne, azt nem kifejezetten látom. Próbálnak jó volt, nem mondom, hogy szörnyű, de nem is fogja megváltani a világot, abba is biztos vagyok. Azt hozzáteszem egyébként még, hogy körülbelül 2-2 és fél percig hagytam rajta a hajamon. Lehetett volna tovább, lehet. Szerettem volna el lila hajat, nem, úgyhogy nem mertem bekockáztatni. Kíváncsi vagyok, hogy közületek próbálta-e már valaki, és hogy neki mi volt, nektek mi volt a véleményetek róla. És ha nem próbáltátok, esetleg ha megjött a kedvetek, akkor hajrá, de nem gondolom, hogy egetrengető eredményeket lehet vele elérni. Gondolom ez mostanra már egyértelmű mindenkinek, de hogyha barna a hajatok, akkor semmit nem fog érni. Tehát ahhoz, hogy ez a toner valamit érjen, 9-es vagy 10-es level szőke hajatoknak kell, hogy legyen, annál lentebb nem fog működni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett nektek, ahogy próbáltam ügyeskedni, és együtt kicsit beszíneztük a hajamat. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, hogyha nem, akkor diszlájkoljátok. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!